Az elmúlt év végén menet közben csatlakozott a harmadosztály keleti csoportjának mezőnyéhez a nyíregyházi együttes, amely számára így meglehetősen sűrű volt az év első harmada. Az alapszakasz 22 meccséből végül 9-et nyert meg a Sunshine Nyikse, és ezzel a rájátszás jelentő 8. helyen zárt az újonc. Így a négy közé jutásért a hibátlan teljesítménnyel első DKR Deac ellen kellett pályára lépniük horvátéknak. Mindkét találkozónak Debrecen adott otthont, és a házigazda a papírformának megfelelően 2 győzelemmel 123-76 és 106-68 lépett tovább. Kovács Tibor edző az egész szezon tekintve elégedett a fiatal és rutinos játékosok alkotta csapata szereplésével. A meccsek nagy részén a fiatalok szerepeltek, aminek nagyon örülünk, és elsősorban ők álltak helyt. Utólag is köszönjük az öregebb, rutinosabb játékosoknak a segítségét bizonyos mérkőzéseken, ahol segítették a csapat tagok helytállását és a csapat eredményesebb szereplését. Igazából a fiataloknál is azért már kellően rutinos játékosok szerepeltek a csapatban, akik utánpótlás bajnokságokban szerepeltek és egész szép eredményeket értek el, illetve még a fiatalok közé tartozik több olyan játékosunk is, aki már nem középiskolás korú, de ő szintén akár NB2-ben, NB1-ben már pályára lépett és ott is meghatározó szerepet játszott. A korábban magasabb osztályokban is szereplő csapatkapitány Horváth Bence szerint a Sunshine Nyikse első NB2-es szezonjában kihozta magából a maximumot. Úgy gondolom, hogy újonc csapatként teljesen helytálló volt a teljesítményünk. Elsődleges célkitűzésünk az volt, hogy jussunk be a rájátszásba, jussunk 8 közé. Az, hogy hanyadik helyen, az már tulajdonképpen lényegtelen volt. Így, hogy 8. helyen jutottunk be, egy igen erős Debrecennel találkoztunk, ahol azt mondom, hogy tisztességesen helytáltunk, és jól teljesített a csapat önmagához képest. Mint Kovács Tibor elmondta, a játékosok június végéig edzésben maradnak, a vezetők pedig elkezdik építeni a következő szezon csapatát, amennyiben centerposzton sikerülne erősíteni a Sunshine Nyiksének, akár a feljutást is megcélozhatja majd a nyíregyházi együttes.